24 éves voltam, amikor letartóztattak rablásért és emberrablásért. 25 évre számíthattam, és csak egyetlen kiutat láttam. A rácsra kötöttem a lepedőt, csináltam rá egy hurkot, amit a nyakamba tettem, és leugrottam a második keresztrúdról. Fel akartam akasztani magamat, hogy véget vessek a gyötrelmeimnek, fájdalmaimnak. De vajon kitalálod, hogyan jutottam idáig? Apám szigorú, kemény ember volt, akivel nem lehetett viccelődni. Anyám elfenekelt, durván és elég gyakran. Volt, amikor úgy éreztem, hogy bántalmazott gyerek vagyok. A bandámban találtam elfogadásra, és az utcákat róttam a szabadságot keresve. 9 évesen már ittam, 12 évesen füveztem. Senkitől sem kaptam útmutatást. Az egyetlen, akiről úgy éreztem, hogy szeret, a nagymamám volt. Szerette az Urat, és Isten igéjét tanította nekem, csepegtette belém gyerekként. Csak a nagymamám miatt tudtam, hogy létezik a szeretet. De minden más csak feldühített. Mindig bajba kerültem. Folyton drogot árultam az utcán, és szerettem ezt az életmódot, a veszélyt. Mindig volt nálam fegyver. Ez adta az adrenalin löketet. Aztán 1997-ben nagymamám váratlanul meghalt, és ezért dübegurultam. Haragudtam Istenre. Hogy hagyhattad, hogy meghaljon a nagyi, mikor egész életében szeretett téged? Amikor dühös voltam, mindig erőszakoskodtam valakivel. A következő 2 évben kibejártam a börtönből mindenféle ügyekért. Aztán 2000-ben emberrablásért és rablásért kaptak el, és életfogytiglanra számíthattam. Letörtem, dühös voltam magamra, és féltem. Ekkor próbáltam meg felakasztani magam. De a hurok kibomlott, és egy elkülönítő megfigyelő cellába raktak. Mondtam, hogy szükségem van egy Bibliára, mert eszembe jutott a nagymamám. Emlékeztem, hogy hogyan használta az igét, és az mennyi örömöt hozott az életébe. Tehát elkezdtem olvasni a Bibliát, és életemben először reménykedni kezdtem. Aztán egy nap azt mondtam Istennek, ne az én akaratom legyen meg az életemben, hanem a tiéd. Nem imádkozom többé azért, hogy kiussak innen, de átadom az életemet, megadom magam. Isten jelt adott magáról, mert letöltendő helyet felfüggesztettet kaptam, és még aznap kisétáltam a börtönből. Tudtam, hogy ő valóságos. Nem csak a nagymamám számára, hanem a számomra is. Egy ideig megálltam, kitisztultam a szerektől. Munkát szereztem, és lakásom lett. De az emberek még mindig rosszakat mondtak rám a múltam miatt. Ezért aznap, amikor letelt a próbaidő, elmentem a barátaimhoz, hogy lássák, hogy kitisztultam, és megváltoztam teljesen. Vágytam a régi banda elfogadására, de ez visszaütött. Mert nem volt erőm, hogy nemet mondjak egy szippantásra, és nem volt erőm leállni. 6 hónap alatt elvesztettem a lakásomat, és az önbecsülésemet is. Amikor drogoztam, ez egyfajta menekülés volt Istentől, mert józanul nem tudtam parancsolni a gondolataimnak. Mindig arra gondoltam, hogy hogyan teheted? Miért okozol csalódást Istennek? Így mindent megtettem, hogy meneküljek a szégyen elől. Mert úgy gondoltam, lehetetlen, hogy Isten megbocsásson nekem, és visszafogadjon azok után, amiket tettem. És Isten már nem várt ártkarokkal. Odáig jutottam, hogy férfiaknak árultam a testem, hogy crackhez jussak. Késsel vagdaltam össze magam, felhasítottam a mellkasomat, és lenyúztam a bőrt, így kínosztam magam. Jégtörővel szurkáltam át a bőrömet, annyira dühös voltam magamra. 3 évig éltem így. Aztán 2006. június 26-án betoppantam egy gyorsétterem mosdójába, hogy vizet igyak. Amikor belenéztem a tükörbe, megrémültem. A halál nézett vissza rám a szemeimen keresztül. Azt mondtam, Jézus, ha te valóságos vagy, ahogy a nagymamámnak az voltál, akkor erről nekem is meg kell győződnöm. Bocsáss meg, hogy megsértettelek, nem tiszteltelek. Kérlek, Uram, jöjj be a szívembe, változtass meg a gondolkodásomat, a kinézetemet. Változtass meg teljesen, hogy megdicsőítselek az életem által.
Jézus maga személyesen, ő mentett meg. Minden ragyogóbb volt, mikor kinyitottam a szemem. Az Úr elvezetett egy evangéliumi gyülekezetbe, ahol megfürödhettem, tiszta ruhát kaptam, ételt és egy ágyat. Két napig aludtam. Aztán, mikor felébredtem, tanítani kezdtek, hogy hogyan válhatok Isten erős emberévé. Jött is a változás, ahogy ragaszkodtam az igéhez. Rákapcsolódtam és táplálkoztam Isten igéjével. Ettől elkezdett megváltozni az életem. Sőt, nem csak a sajátom. Isten helyreállította a kapcsolatomat a szüleimmel is. Mindkettőjüket Krisztushoz vezettem. Isten kicserélte bennem a dühöt szeretetre és elfogadásra. Ma férj, apa, sőt, pásztor vagyok. Mindenkivel, akivel csak találkozom, megosztom Isten szeretetét. Régen nagyon ki voltam éhezve az elfogadásra, de most már tudom, hogy Isten fogadott el. Isten megment, hogy használhasson, és rajtunk keresztül másokat is megmentsen.